Sziasztok, csajszi barackok, kellemes napot kívánok mindenkinek! Ugyebár ígérgettem nektek tavaly, hogyha emlékeztek, akkor szó volt egy olyan dologról, hogy map maraton. És én úgy gondoltam, hogy ezt most a tavaszi szünet tekintetére, tavaszi szünetre való tekintettel ezt el is kezdhetnénk, mert így gondolom nektek is több időtök van erre az egészre. És készítettem 5 map videót felosztva, amit föl fogok ma a délután folyamán valamikor tölteni. És szerintem, hát nem is tudom, olyan... Szerintem legyen egy 2 óra. 14:00-tól elkezdem feltölteni, és úgy fog... mind az 5-öt fel fogom tölteni, és úgy lesz ez az egész, hogy föltöltök egyet, és hogyha lefoglalták az összes partot, akkor rakom fel a következőt. És akkor ez így fog tovább menni. 10 percet várok mindegyiknél, hogyha esetleg fönnállna az a probléma, hogy valamelyiknél nem foglalják le, akkor 10 perc után föltöltöm a következőt, hogyha esetleg az egyik zene nem tetszik annyira, akkor ott a következő. De részben pörgős zenék lesznek, tehát 2 lassabb van, meg 3 pörgősebb. Úgyhogy szerintem mindenki tud kénye kedve szerint válogatni majd belőlük. De azért ezt a sorrendet majd tartanám, hogy ha elviszik az összes partot, akkor rá 1-2 percre már töltöm fel a következőt, hogyha nem viszik el az összes partot, akkor pedig 10 perc. Most nem azon gondolkodom, hogy lehessen a 2 partot foglalni, inkább azt mondom, hogy adjuk meg az esélyt mindenkinek, és hogyha esetleg úgy alakulna később, hogy nem lenne elég jelentkező, akkor természetesen lehet többet is foglalni, ezt majd a komment szekcióba fogom beírni, úgyhogy érdemes figyelni. És szerintem az első, tehát így az első negyed órában el lesz intézve az összes map part, legalábbis így, ahogy én elnéztem eddig a map partjaimat, általában egy 5-10 percen belül mindegyik part elment, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy ismét remek munkák fognak születni. Viszont a határidő az át fog húzódni szerintem, hát egy olyan április végére, tehát bőven lesz legalább, tehát minimum 2 hetetek mindenképpen lesz, hogy elkészítsétek, de nem kell nagy dologra számítani, tehát csak ilyen, hát mit tudom én, ilyen 15 másodperces részekre osztottam el nagyjából, de van, amelyik még kevesebb. Úgyhogy nem mindegyikkel van annyi munka. Viszont az ilyen olyan részeket, ahol például nincsen szöveg, azt nem osztottam, tehát azt kevesebbre osztottam, mert ott azért a ritmusra kell inkább odafigyelni. És ezt külön ki is emelném, hogy nehogy előforduljon ilyen, mert nem fogom elfogadni, és akkor meg megint fog menni majd miatt a sértődés, meg a minden. Tehát gyerekek, olyat ne csináljunk, hogy van egy videó, amiben mondjuk nincsen szöveg, mert pont olyan partot kértél magadnak, akkor ne az legyen, hogy fogod, és csak fölveszed, hogy végigmész egy szakaszon, és akkor ennyi, és azt alávágod a zenét, és feltöltöd. Ezt majd a leírásban is külön le fogom írni. Olvassátok el a szabályzatot. Olvassátok el, mert máskülönben nem lesz jó. Tehát máskülönben nem... Na, értitek, tehát máskülönben nem fogom odaadni a partot. Érzékelhető lesz, hogy ki nem olvasta végig, és ki nem. Ki nem olvasta végig, és ki nem, az nagyon jó. Tehát érzékelhető lesz, hogy ki olvasta végig, és ki nem. Na, így mondom. Azt hiszem, a legrövidebb az 10 part, plusz egy intro és outro, de mindegyikhez van intro, outro, plusz még valamennyi part. Úgyhogy van amelyik... Volt, amelyik direkt ilyen hosszabb zenét kerestem, és akkor... hogy azért többen is tudjanak partot vállalni. Viszont nem tudom, hogy most mennyi időn belül fogom tudni majd ezeket megcsinálni, ugye ez attól is függ, hogy mikorra lesznek készen. Ugye majd én közben folyamatosan írogatni fogom. Annyit kérek, hogy az elkészült partokat, ezt leírásba szintén oda teszem, de azért elmondom szóban is, hogy... tehát, hogy... és elfelejtettem, mit akartam, ez ilyenkor normális.
Veletek nem fordult még elő, hogy gyorsan akartatok mondani valamit, és akkor így elfelejtettétek? Én egyébként közben eszembe jutott. Csak azt akartam mondani, hogy az elkészült partot, azt linkeljétek be az alá, a komment alá, ahol foglaltátok a partot. Tehát mit tudom, én beírod, hogy part 2, én írom, hogy oké, tiéd, és akkor utána oda linkeljétek az alá, a komment alá az elkészült videót. És akkor én majd szépen beteszem leírásba, hogy később megtaláljam, meg minden. És akkor szerintem így akkor barátian leszünk. És gondolkodtam még, ugye 6000 szubos videónak azért szerintem az egy, az még kevés volt, az a csempes, úgyhogy úgyhogy tartogatok nektek még egy meglepetés vendéggel való videót, de azt majd még csak ma fogom megcsinálni, hogyha minden igaz, úgyhogy nem lövöm le a poént, illetve még majd egy külön videóval jelentkezem, amit még nem tudom, hogy fogok megcsinálni, de majd megpróbálok időt szakítani rá, mert hogyha tényleg sikerül megcsinálnom, amit gondolok, akkor az tényleg jó lesz. Úgyhogy készüljetek akkor a megmaratonra, az 2 órától valószínűleg indul, és akkor hát annyit kérek azért, hogy ne ilyen movie makerrel, meg ilyenekkel szórakozzatok, és még és benne van a szabályzatban, de muszáj külön kiemelnem. Ne húzzátok le a grafikát a map videóknál, mert nem néz ki, tehát nem tudom, én egy map videóban szerintem annyira nem néz ki jól, hogyha le van véve fúra a grafika. Szóval az, hogyha lehet, akkor ne vegyétek le, mert nem fogom elfogadni. És ne legyen benne se a bandikam, se a frep, se a filmora, semminek a márka vízjele. Úgyhogy ennyi, amit még így szóban elmondok, mert általában ezek a tömeges hibák, amik elő szoktak fordulni, és akkor ilyenkor én vagyok lecseszve állandóan, hogy hát miért nem fogadom el. Úgyhogy remélem, hogy remek munkák fognak születni, azt is remélem, hogy hamar elmennek a partok, és hát ennyi. Úgyhogy akkor 2 órakor találkozunk ismételten, addig is viszont jók legyetek, és majd jelentkezem. Sziasztok, csajszibarackok!